A mostani videóban a prostata problémák okairól és megoldásairól lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az első és egyben legfontosabb mikrotápanyaga a prostata számára a cink. Az emberi testben a cink a legnagyobb koncentrációban a prostatában található meg, mivel rendkívül fontos a spermiumok és a tesztoszteron számára. A vérhez képest a prostatában százszor nagyobb koncentrációban van jelen. A prostata problémák súlyosságával egyenesen arányosan alacsonyabb a cink mennyisége a prostatában, tehát a prostata gyulladás, a prostata megnagyobbodás, vagy a prostata rák mind-mind egyre súlyosabb cinkhiánnyal járnak. Vérvizsgálattal a cinkhiányt nem igazán lehet kimutatni, mivel a döntő többsége a sejteken belül van. Becslések szerint a Földön 2 milliárd cinkhiányos ember van, elsősorban a sok gabonaételben lévő fitinsav miatt. A fitinsav gátolja a nyomelemek, így a cink hasznosulását is. Másodszorban pedig a gyenge, illetve a kevés gyomorsav miatt, ugye idősebb korban, amikor általában előjönnek a prostatagondok, már jelentősebb mértékben lecsökken a gyomorsav ereje, ami azt eredményezi, hogy nem hasznosulnak megfelelően a vitaminok, az ásványok és a nyomelemek az ételekből. Cinkhiányhoz vezethet hosszú távon a kevés vörös húsbevitel, illetve a sok alkoholnak a fogyasztása is. Cinkhiányt okoznak a gyomorsav lekötők, a protonpumpagátlók, a vízhajtók és a statinok is. A cink állapotának a rendezéséhez a legfontosabb teendő a cinket pótolni étrendkiegészítőkkel, elegendő jó minőségű vörös húst fogyasztani rendszeresen, például marhahúst, gondoskodni a gyomor savasságáról, például almaecet vagy almaecet kapszula fogyasztásával, illetve lecsökkenteni a gabonaféléket és más magas fitinsav tartalmú ételeket a táplálkozásunkban. A második nagy segítséget a prostata a fitoösztrogénektől kapja. Szinte az összes prostata probléma összefüggésben van a magas ösztrogén szinttel, tehát a túl sok ösztrogén jelenléte okozza a prostata gondoknak a nagy többségét. Itt lényeges először is azt a tényt figyelembe venni, hogy ahogy öregszünk, a tesztoszteron szintünk természetes módon csökken, így ezáltal az ösztrogén aránya a tesztoszteronhoz képest nagyobb lesz, ami azt jelenti, hogy a csökkenő tesztoszteron miatt az ösztrogén jobban ki tudja fejteni a hatásait. Ebből az is következik, hogy a tesztoszteron növelő tevékenységek, mint például az erőkifejtéssel járó edzések, sportolás, stb. Nagy segítséget jelentenek a prostatának idősebb korban is. Egyébként ugyanilyen természetes hormonális változás zajlik le a hölgyek szervezetében, és ott is ugye megnő az ösztrogén aránya a progeszteronhoz képest, ez okozza ugye a változókort. Az ösztrogén egy növelő hatású hormon, megnöveli a dolgokat, jelen esetben a prostatát. Különböző egyéb állapotok miatt is növekedhet az ösztrogén szint, ilyenek leginkább a túlsúly és az elzsírosodott, legyengült máj állapota. Az alkohol, de főként a sör növeli az ösztrogén és csökkenti a tesztoszteron szintet. Így ugye hozzájárul a prostata állapotának a romlásához. Az ösztrogénnel kapcsolatban jó tudni, hogy létezik 1-es, 2-es és 3-as típusú ösztrogén, és nem mindegyik káros. A 2-es típusú az, amelyik a negatív hatásokat fejti ki a szervezetünkben. Ezek a különböző ösztrogén típusok ugyanazon receptoron keresztül kapcsolódnak a sejtekhez. Így ki tudjuk cselezni a 2-es típusút azzal, hogy 1-es típusú ösztrogént fogyasztunk. Ha fogyasztunk rendszeresen 1-es típusú ösztrogént, ami leginkább a növényekben található meg, az lefoglalja a sejtek receptorait, így a 2-es típusú ösztrogén nem tud kapcsolódni a sejtekhez, tehát a rossz ösztrogén az nem tudja kifejteni a hatásait. A leghasznosabb ételcsoport a prostata számára a keresztes virágú zöldségek, a zöld leveles zöldségek, mint a leveleskel, brokkoli, kelbimbó, káposzta. Rendszeres napi szintű fogyasztásukkal nagy mértékben gátolhatjuk a rossz hatású, tehát a 2-es típusú ösztrogénnek a működését. Létezik egy genistein nevű fitoösztrogén készítmény is, amit szintén növényekből vonnak ki, kapszulázott étrendkiegészítő formában pótolhatjuk. Meglévő prostatagondok esetén ajánlható mindenképpen az alkalmazása.
Ha jelentős túlsúlyunk van, célszerű aromatáz enzim gátlókat is szedni, mivel az aromatáz enzim a sok lerakódott zsírból ösztrogént hoz létre, tehát a túlsúly, a zsírfelesleg, az komoly ösztrogén növelő. Aromatáz gátló például a csalángyökér, a citromhéja és a dim, ez utóbbi szintén a keresztes virágú zöldségekből készítik. És végül nézzük meg, melyik az a négy tényező étel állapot a szervezetünkben, amely negatívan hat a prostatánkra. A magas inzulinszint növekedési faktorként hat a prostatára, azaz nincs jó hatással rá. A magas inzulinszint oka a gyakori étkezések, napi 3 vagy több alkalom, ugye a nasizások is beleszámítanak, illetve a sok szénhidrát. Tehát bőjtölni rendszeresen és a szénhidrátok helyett több jó minőségű zsírforrásból pótolni az energia nagy részét, mindenképpen egy jó gondolat. A túl sok tejtermék sem jó a prostatának, mivel a tehéntejnek is van egy enyhe ösztrogén növelő hatása. Meglévő prostatagondok esetén érdemes teljesen elkerülni. Az alkohol, ahogy ugye említettem a videó korábbi részében, nem tesz jót a prostatának, kiemelten a sör. Ha rendszeresen csapvizet fogyasztunk, nagy eséllyel rengeteg mikroműanyag darabkát, illetve állati hormonokat viszünk be, amelyek negatív irányba befolyásolhatják a prostata egészséges működését, mivel ösztrogénszerű hatást fejtenek ki. Itt ugye ne csak a csapvízívásra gondoljunk, mert ha a levest is ugye csapvízből készítjük, valójában ugye csapvizet fogyasztunk. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.